Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV. Olyat találtam nektek, hogy besírtok. Na. Koránkeléssel ugye állandó küzdelemben vagyunk mindannyian. Én rémesen utálok, tehát én ebbe az egy reggelbe is belehalok, egész héten regenerálódok utána, tehát hogy teljesen kész vagyok. De van egy program, ami végre megoldást nyújt, mert azt gondolom, hogy ha valamire van kedved ébredni, akkor egy pici játékot vinni a reggelbe. Létrehoztak egy alkalmazást, az a neve az alkalmazásnak, hogy Véki. Ezt én kerestem, egyelőre nincsen, de nálunk ismerem. Nálunk nincsen. Androidban van? Droidon már van. Még nem raktam föl, de nagyon nagy. Figyelj, a lényeg az, hogy az egész világon regisztrálnak emberek, már 1,5 millióan regisztráltak rá, és hozzád hasonló korú, viszont ellentétes nemű egyet fog téged ébreszteni a megadott időpontban, és a programon belül látod a kis képét, tehát itt rögtön van egy ilyen példakép, hogy ki fog ébreszteni. Hát most figyelj, a holtamból föltámadok ennek a kis... Ja, nyilván egy tök jó csaj van befotózva azonnal, igen, a tesztprogramban. Jani, igen. Mutatom neked is, nem vagylak, hogy ennek a kis őzikének azért kiszaladt az erdőből. Igen, én ezt olvasom, ezt a cikket, én nem találom még az áruházunkba. Nálunk még nincs. Valami orosz verzió van, az nagyon rossz, de hogy én még nem találtam. De hogy hamarosan jön majd erre, és nyilván itt az engedélyeztetési procedúra hoztam, mert nekünk olyan telefonunk van, ami ugye egy professzionális rendszer. Hát igen, ugye, tehát nem egy, a másik. A másik. Nálunk tesztelik, ugye, vagy előjöjjenek ezek mindenféle gyerekbetegségek. Utána pedig átkerül a prémium. Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondanom ezt, igen. Tehát igen, minket prémium felhasználókat ezektől a gyermekbetegségektől meg kimélnek, ugye ezt kimondhatjuk. Nálatok letesztelik, és a fut, akkor jöttök akkor a prémium felhasználás. Jöttök már, igen, hozzánk is az App Store-ba. A lényeg az, hogy egy percig tarthat maximum a hívás, viszont látod a képét annak, tehát vadidegen embertől kapsz egy ilyen ébresztő hívást, mint egy szállodában. Beleszól, elmondja, hogy ébredj, kis barátom, nem tudom, és egy percig tarthat a hívás, látod a képét, tehát ezért finoman ezzel így lehet egy ilyen reggeli flört, azért akkor csak úgy kiülsz már az ágy szélére, nem? Azt nem fekve fogadod. Számot látsz vajon? Nem, számot nem látsz, de a fényképét látod, a nevét látod. Most az egy perc alatt, hogyha nem szeret ki belőle a számot, akkor igazi béna vagy. Hát én azzal kezdem, jó reggelt, mi a számot? Hát nem előbb nézve a képre azért. Igen, nézd meg a képet, hogy ki. Ja, csinos vagy, kamu vagy, igazi, mi a számot? Hát én mivel kezdenék? Tehát én egy ilyen állandó szundira visszaraknám, nekem kérnék egy ilyen standard 10 ébresztés, mert nagyon visszaalvós vagyok, tudod, hogy tudjak szemezgetni az ébresztőkből, nem? Igen. Jónak tűnik, ki akartam nem? próbálni, mert valamelyik reggel csak nem találtam. De az megvan, tehát azért ezt otthon eladni. Hogy tudod valaki, szia, anyuci vagyok, ébresztéskét, és magyarázd el otthon anyának, hogy most mi történik. Hát feljön, hogyha ő már nem töltött el a telefonjára, és ők meg nem ébreszti valami szippendél. Igen. Szevasz, Zoli vagyok. Igen. Nagy, igen. Szia, Mónika, Kongóból. Hatalmas dolgokra vagyok. Kis ember hortyog még a hálózsákban. Van egy percünk, nekem annyi elég, gyere, Mónika. Szóval, és minden más országból is hívhatnak, tehát itt nem is egyértelmű, hogy magyar jelentkezik. De hanem itt egy bejelentkezik, egy svéd csaj, egy perui srác, tehát itt bárki lehet. Hát egy jó kínai. Arra azért csak kipattasz. Van már nálatok? Mi a neve? Vakiev, úgy írek W-vel. Azt mondja, hogy Vakiev. Vakiev, nincs V a V-vel. Vakiev. Jó, az egy régi leidegződés. Vakiev, W-vel. Meg lesz. Azt mondja, hogy... Van, ami orosz verzió nekünk van, de viszont, ez a még legnagyobb sok, amit keresi a Jani, hogy ami egy ilyen alternatív felhasználása. Ha bármikor véletlenül valami ex-csajod, vagy valami becsörög. Ki volt az kicsi? Ma megküldt az ébresztő. Igen. Már meg, semmi. És cenzúrázzák vajon, hogy én mit mondok, vagy abban az egy percben én úgy keltem föl, ahogy akarom? Szerintem ahogy akarod. Ahogy akarom? Hát ez egy élő hívás. Aha. Egy élő hívás, tehát az a lényeg, senki nem ülott és cenzúrázza. Hát lehet jelentkezni ébresztőnek, meg ébreszteni valónak, és akkor te eldöntöd, hogy te azt mondtad, hogy te ébreszteni. Nyilván a dolognak a lényege egyébként valami elfuserált ismerkedős oldal akar lenni ébresztésnek. Nyilván az egész totálisan el van rejtve, persze, megint egy teljesen igen. Legális ismerkedési ezek, program. Jó reggelt, neked is mi a számod? Igen. Tehát, hogy most hogy nyilván ezzel fogsz kezdeni. Messze vagy nem jó. Közel, gyere el. Egyébként nem.
Jó, figyelj, nagyon nagy, hogyha föl fogják tenni, ha föl fogják tenni, én telepítem, azt megnézzük, hogy mit tud, jó? Jó, egyszer jó, mindenképp. Egyszer kölcsélek? Egyébként nem, azt meg lehet, kölcsél? Fölkölcséle? Vesd meg az ágyat, aztán kölcsél föl. Hogy egyszer nem, szívesen ébrednél? De ez nem kell alkalmazás, én fölhívlak téged reggelente. Akarod? Szia, Bali. Tök nem kell alkalmazás. Szia. Hívják föl volna tegnap, vagy holnap. Tegnap? Na, kölcsenek, hívják föl tegnap. Hívják föl tegnap, akkor. Hívják föl holnap ötkor. Az igazi személyiség, tudod, tesó, persze, hívják föl tegnap. Tehát, hogy mennyire akarsz. Jó, mindegy, megnézzük, jó? De jó. Nem a nehéz korai ébredés az, ami ma reggel böki a csőrön. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Se. Na. Jani közben telepíti. Már megvan. Na, nálatok megvan? Úgy csinálod, mint hogyha most ébrednék. Jó. Kettes már fogod magad holnap. Á, ne állítsa be most 5 perc múlva. És aha, akkor még adás alatt becsörög. És én is Jenniferrel ébresztessem magam, ahogy Tibi. Jennifer O'Donnell-el, aki Jennifer, 29 éves. Ja, ha Jennifer véletlen hallgatja az adást, engem egész nap ébreszthet. Na, jó? Állíts be magad annak holnap. Már ébresztes már föl magad holnap reggel. Kíváncsi vagyok, tényleg. Jó. Meg jó, telepítem. Jó. Na, egy pici parkolási morál itt a böki a csőrömbe, és megint belefutottam, ez egy állandó problémám egyébként, engem nagyon idegesít, ahogy mi magyarok parkolunk. Mentem egy kis utcában, nem emlékszem pontosan hol volt, és egy nagyon tündéri idős néni vitte valóban, gondolom, a kislányát, meglátott egy picike helyet, ami fel akkora volt, mint az autója, de mondta, hogy be kell ennek ide férnie. És elkezdett szépen betolatni. Látszott, hogy fél az egésznek se eleje, se vége. Tehát azt tisztán látszott, hogy oda az nem megy be. De be kell annak odaférnie. És ezzel a lelkesedéssel szépen neki ment a mögött álló autónak egyszer. Azt mondta, hogy add még ennek még egy esét. Meg hát, ha arrébb lökte az autót, tudod, és akkor nagyobb a hely. És finoman így lökhárítóval így tologatta a mögött álló autót. Be kell annak valahogy férnie. Mellé gurultam, amennyire tudtam, és mondtam neki, hogy néni, kérdés csokom, hogy kétszer neki tetszett menni a mögött álló autónak. Jaj, nagyon szépen köszönöm, kisfiam. Nem vette észre. Adott egy nagy gázt, azt elment. Ennyi. Nagyon nagy. Tehát, hogy olyan, tologatta, kicsi fészkerődött ott, kicsi ez a kabát. Köszönöm, kisfiam, adott egy gázt, és elment. Mert egy két nyugdíjas biztosítási csalást akart így csinálni, és az papa, törjük le az autódat egy kicsit. Tegyünk rá törött lökhárítót. Hallottam a Morning Show-ban, hogy így csinálják a rosszától. Csak jöttél, és megzavartad őket egy biztosítási csalásban. A múltkor ugyanezt láttam egy ilyen kis busszal, vagy valamilyen ilyen transporterrel, ugyanez a csávó parkolgat. Kicsit úgy láttad, hogy mögötte ott egy ilyen 30 milliós autó, itt kicsit meg... így megtolt egy picit, de ő úgy van vele, tudod, hogy... Nem transporter a turnébuszotok? Igen, a bátyám. És a visszapillatóból láttam az eseményt. Igen, a bátyám volt. De hogy ez mekkora sötétség. Van ez a faltól falig parkoló, nem? Akinek az ad biztonsági érzetet, hogy érzi, hogy koppant, akkor tudja, hogy már ott van. Akkor elindul előre, előrefele is koppan. Akkor aha, elindul hátra, és ez az előre kocolok, hátra kocolok. Van, aki tényleg így parkol. Hátul támaszt elő, meg egy pici helyet hagy, hogy azért ő majd kiférjen, amikor jön ki. Én tudok olyanról, aki ezt direkt csinálja. Ne hülyeskedj már. De, ugye megy, de ő nem számolja ki, hanem tudja, hogy neki ment egy kicsit, akkor már ez mehet előre. Előre megy, megint neki ment, jó, akkor mehet hátra. És így teszi be az autót. És így ki az okos? Mert így akkor nem dobja ki a pénzt a tolatóradarra. Érted? Teljesen fölösleges. Pingponglóba bepattog a helyre. És ez, ő így van vele, hogy úgy indul el, hogy majd így fog parkolni, kicsi helyre úgy áll be, hogy ő tudja, ezt hogy most... általában, igen, rosszabb vezetők csinálják. Uh-huh. Ezt a típusú parkolást. De sok ilyet látni a városban, tényleg. Tehát ez most, nem tudom, remélem, hogy ez most nem egy új rendszer lesz, mert akkor komolyan mondom, hogy ez a másik, ami, tehát van egy pár ilyen, amikor mész, mondjuk túlgurulsz egy helyen. Ez a másik, amitől sírok. Túlgurulsz a helyen, kirakod az indexet, hogy oda majd tolatva fogsz beállni. És rádál. Emberünk úgy van vele, hogy na, nem fogod meg itt a forgalmat, beáll a fenekedbe, az egész forgalom föltorulódik, tehát onnantól már nem is fog tudni engedni téged leparkolni, és dudál. És eljátsza azt, hogy ő egyébként holnap vagy holnap után nem ugyanígy fog parkolni majd, és ő most egy borzasztó értetlen, nagyon dühös, és egy pillanatig nincsen benne az, hogy holnap ő ugyanígy akarna parkolni. És mindig ez van bennem, hogy tesó, holnap te akarsz majd ugyanígy megállni, akkor majd én jövök a te izé valagadba, és én nyomom a dudát. Tehát, hogy nem?
Igen, csak mert ő okosabban fogja csinálni, meglátja a parkolóhelyet, megáll előtte. Lelassítja a sor megáll. Kirak egy bóját. Kirak egy bóját, érted, egy ilyen útlezárás táblát, belöket, és akkor már is indulhatsz tovább. Na? De az meg van, aki nem akarja érteni, hogy te parkolsz. És valószínűleg direkt nem érti. Tehát ez a típus, aki tényleg nem akarja. Tehát nem arról van szó, hogy későn indexeltél, vagy, hanem hogy nem akarja megérteni, mert ő azzal időt nyer, amíg ugye te továbbmész és nem parkolsz be inkább. Ez a direkt értetlen típus, igen. Ez aljasság egyébként, ez rohadékság. Meg az, hogy holnap tesó, tehát értem, nyomd a dudát, holnap te fogsz majd akarni. És ha megláttak. Figyelj, akkor. Te ilyenkor, Jani, kiszállsz egyébként, amikor mondjuk anya parkol? Akkor van olyan, hogy kiszállsz, és hátra mész, és pillanat! Tudjátok nagyon jól, hogy a tolatás az egy olyan univerzum, egy az olyan dimenzió a női sofőrök számára, amit ők nem mindig tudnak érteni, tisztelet a kivételek, nem igazán tudják értelmezni ezt a sztorit. Erre vagy apa, erre vagyok én, ezért visz magával mindenhova, ezért rá, tudok hogy az elsősülésen, és én jelzem. De mi, olyankor átülök? És kiszállsz és irányítasz? Persze. Nem akarom tudni. Ezt nem akarom tudni. Előre. Annyira klasszik. Ez a kicsit még? Csak mutatom. Minden, mint a kormány, te kell is mutatod? Igen. Így a mutatójaddal körözöl? Aha. Nagyon jó. És mi az előre? Vagy vissza a kormány? Hát nem jelzem, hát ugyanúgy érted. Jó, gyere, oké. Okay. Ja. Ez nagyon nagy. De nincs olyan világítód, nincs, mint a Ferihegyen? De van. Na, korábban, amikor még 21-esen repült, akkor... És ha véletlen koccanak, ott hagyod, és úgy csinálsz, mint nem ismernéd, vagy akkor... Nem, gyorsan beszaladok a izélet. Vagy gyorsan beszaladsz egy patyolatba, gyorsan, hogyha balhé van. Akkor nehogy itt kiszúrás legyen. Ez nagyon menő. Minden nagyon megy neki. Soha nem volt egyetlen baleset, egyetlen koccanása sem, de a parkolás az... Hát az... Azért maga után. Hogy más... Tehát, hogy az agyfélteke valahogy úgy van. A tájékozódás és a parkolás azért megy nehezebben, mert valamelyik agyféltekéjük ugye erősebb, és a parkolástól ugye másikat használod, de mindegy, ez jó, bonyolult. Tudjuk, hogy kevésbé, tehát ennek van egy biológiai oka, hogy miért parkol nehezebben a nő, mert hogy valamelyik agyféltekéje erősebb, és a parkolásra pont a másik kell. Aha. Jó, azt értem, hogy mi nem megy, de akkor mi megy? Minden más. Én mélységesen elítélek mindenféle olyan mondatot, amivel a nő hátrányos helyzetbe hozunk, és egyszerűen egy kalap alá veszük az összes nőt, mélységesen elítélek mindent, és azonnal kihátrálok a megszólalásból. Fúj, hallották, ez én voltam, Balázs. Én már itt sem vagyok. Kassa Tibor vagyok, a barátnőm és az édesanyám úgy vezet, mint Räikkönen. Így van, a nők nagyon jól vezetnek, kikérem magamnak, a nők a legjobb vezetők, elhatárolódom, Feri, minden egyes. Bajnok nővel élek együtt, hagyjatok már. Én tudom, hogy miben jó. Kérdeztem. A vonal megzakadt zene. És most jöjjön Kassa Tibor. Szóval agyfélteki probléma ez. Ahogy egyébként a férfiaknak is néhány olyan dolog, amiben a nők sokkal jobbak. Ez így van. Mérföldekkel vernek ránk férfiak? Figyelj, mondjuk én ne ugassak, mert nekem még jogsint sincs. Így van, ezt nem akartam mondani, hogy ne ugassál, jogsint sincs. Így van. A nő pedig van. A nő van. Mert ő megcsinálta. Figyelj, gyakorlatilag több mint 20 éve van jogosítványa, rengeteget járjuk az országot, rengeteget vezet, és ehhez képest soha semmi probléma nem volt. Se egy koccanás, se egy bírság jó egyszer volt. Akkor miért nem használ sípot? Beraknál egy kis sípot? Két síp túl közel, vagy egy síp, és egy tolató, élő tolató lenne, egy biotolatóra. Az van, hogy ő a nejem, az életem bárja, a szerelmem, nem egy német juhászkutya, tudjátok. De egyébként a tolatóradar sem megalázó azért, mert fütyül neked. De nem, kiszállnál, és úgy élő tolatóradarként... De nem kell fütyülni. Nagyon fél, akkor nagyon közel vagy, ha szaggatott, akkor már közeled, hát ez simán. De nem jó, mert a Jani lehet, hogy simán lehet, hogy nem tud jól fütyülni. Bipegjen. Bip. Na, menjünk enni valamit. Na, tulaj, jön a tulaj, menjünk enni. Egyébként abban van valami, hogy ez a parkolás, ez egy ilyen állandó bizonyítási kényszer a két nem között. Tehát figyelj, én, mikor a páromnak friss jogsia van, és én, mikor egy ilyen nagyon példánsan, pedánsan beparkolok egy ilyen egy íven, és tudod, igazítás nélkül, hogy paffi, ott van. Kicsit fényezted most magad, de nem, amikor sikerül, nem mindig sikerül.
amikor sikerül azt a diadalittas átnézést az anyós ülésre. Tehát az a, ezt csak mi tudjuk, tehát ezt csak egy pali tud így beparkolni, ezt én vállalom. Amikor nem sikerül, akkor én mindig mondom neki, tudod, hogy kicsim, semmi gond nincs, inkább igazítsál rá te is kettőt, mint hogy úgy hajdott, hogy nem jó. Tehát, hogy... Igen, a nőknek ez a parkolás, ez kicsit nehezebb, igen. És én is szoktam mondani Vikinek, hogy hagyjad innen, már elsétálunk a járdaszegélyt. Ne törődj vele! Innen három lépés, és ott vagyunk engedtele. A párom nagyon cuki egyébként, ő az adott célállomástól el tud menni néha másfél kilométerre, amíg talál egy olyan helyet, ahol stresszmentesen berakja. Ő nem akar szorongani, nem akar feszengeni. De a rányok sokszor rá is feszülnek. Rá, aha, tehát, hogy gyorsan kell parkolni, nézik őket, jön a forgalom mögötted, igen. Ez okoz egy ilyen. Csak azért, mert elmentünk most egy utcába, de nem ez volt az alapvető dolog, mert most ítélethez megyünk, de nem a nők parkolása volt a témám, mielőtt nem adod most meg, hanem az alapvetően a parkolási morál. Jogosan böki a csőrömet. Ne add meg. Most miből nem lesz baj? De nem azért mit mondtam. Mondanak majd a nők? De nem a nőkről volt, az csak egy kirándulás volt a az témában. Az csak egy kis eskanyag. Zárójel, helyes. Ott a Feri elindult egy rossz irányba, és mi belementünk. Melyik a maximális? A hármas. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jó van. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jogos, egyébként van benne igazság. Gyakran mondják, mégse unom meg. Van benne igazság. De nem azért húztam az időt. Az ébresztő programmal, a parkolási morállal, a nők parkolásával, a férfiak parkolásával, mert esetleg nincs valami magvas a tarsolyban. Hát pedig azt hittem, hogy nincs. De van! Ez most egész véletlenül olvasói levél mihez képest. Tehát, hogy ezt egy rajongó küldött egy levelet, amely elmesélte a történetét, hogy vette egy új telefonszámot, vagy vette egy telefont, és az kapott egy telefonszámot, elkezdte használni, megadogatta egy pár száz ismerősnek, szépen elkezdte használni, hogy ez az új számom. Majd egyszer csak elkezdték nagyon keresni rajta Zolit. Jó napot kívánok, a Zolit keresem. Nem tudom, milyen Krisztina vagyok, hogy a Zolit adja már. És elindult ez, hogy heteken keresztül folyamatosan hívogatták. Használt számot vett? Zoli, ne hülyéskedjél már, Zoli, itt vagyunk már a Tomival. De mindenki így kereste a Zolit, vagy csak ez az egy ember kereste egy a Zolit? Mert ha a Zolinak az összes ismerőse ilyen, azért nem lennék a Zoli barátja. Tehát csak így keresik a Zolit, azért elmondok. Ki ez a Zoli, és milyen barátai vannak? Na, hallom, hogy tudom, hogy Zoli, gyere már, Zoli. Igen, nyilván nem. De a lényeg az, hogy nagyon kerestek rajta valakit, aki nem ő. És állítólag ugye az van, hogy amikor te leadsz egy számot, tehát mindannyian, vagy volt már gondolom több számotok nektek is, nem? Mióta a mobiltelefonom van, ez az egy számom. 94-ben vettem, és azóta én ez van. Én 96-ban lett mobiltelefonom, és azóta ez a azóta számom. Ez a számom. Jani, mi nem vagyunk olyan sztárok, mint te, hogy megkérjünk. Ennyi. Eleve, ha az vagy 30, mint 29, onnan már tudod, hogy egy régi, az már egy régi szám. Figyelj. Na de a lényeg az, hogy ugye visszaadott ilyen számokat, azokat újra kiadják. Azokat előbb-utóbb újra kiadják, így van. Csak ez ugye kérdés, hogy mi az előbb-utóbb? Tehát, hogy ennek mennyi az átfutás ide, meddig hagyják így, meddig jegelik így a arvó számot. Szám. Igen, meddig pihentetik a számon. Ez egy érdekes dolog. Finom, tényleg nem? Van erre valami előírás, hogy meddig kell? Vagy ha te visszaadsz egy számot, azt másnap kiadják? Hát csak hát másnap, csak szerint, nem. De harmadnap igen, na de, az figyelj, esetből. Most gondolj bele, tehát egy egyszerű példát nézzünk, aztán majd picit foglalkozhatunk, hogy ebből hogy lehet hasznot húzni, vagy hogy milyen károd lehet belőle. Mondjuk, fogod ülsz mondjuk kinn a kertbe, ugye, és egy ilyen romantikus pillanatban azt mondod, hogy ráüzensz már valamelyik 6 évvel ezelőtti exedre, mert beugrik egy ilyen romantikus kép, hogy az a milyen volt. Rádobsz egy SMS-t, hogy hiányzol, úgy emlékszel-e még arra a paplanra, amit úgy összegyűrtünk, hogy emlékszel aktereken, mikor, és akkor nem ugrasz át. Most addigra... Saját kútfő ez a része. Addigra a Zolinál van a telefon. Ó, Zoli, gyermán, Zoli! Nem, a fiú. És addigra ez a telefonszám nem a te volt csajodnál van, hanem a pesti alvilág egyik cicababájánál, ahol apa a 200 kilós macsetás bűnöző éppen meglátja, hogy te üzengetsz a nőjének. Te ott ülsz, mit akarsz, kisfiam? Nem, én csak a volt barátnőmnek. Ezt magyarázd el, hogy te volt. A felvetés érdekes. Igen. És onnantól te testőrrel mászkálsz, az életed végveszélyben, magyarázkodhatsz minden, míg te rá akartál a 4 ezelőtti exedre egy kis romantikából üzenni, és a szám meg régi izénél csörög. Hogy olyankor mondjuk a mobil szolgáltatónak mondhatom azt, hogy onnantól kezdve a testőrséget, a plastikai műtétet. A páncélozott autót, az elköltözést, igen. Az új, az új, a,
a TUSZ programot fizessék. Az új személyi azonosságot azt ilyenkor állja a szolgáltató. Tehát, hogy van azért valami rizikó, ezt nem mondhatjátok, hát hogy nincs. Hát igen, és mi van akkor, hogyha mondjuk már egy olyan illetőnek a kezében van, aki unja a dél-amerikai sorozatok a délutánonként, és szívesen elkezd vele flörtölni, és egyébként 70 éves egyedülálló részben egy asszony, és visszaírja, aki van, benne van visszaírja, a játékban. Rendben, benne vagyok, csak igen. Elköltöztem, új címem van. Tudod, Vörös Marti tér, nem tudom, kecs fölmész hozzá. Kiengesztelhet nyugodtan azokért a szemtelen dolgokért, amiket a múltkor elkövettél. Ráfűzöl, és nagyon betekel a mama. Kértelek, hogy azt ne csináld, de te csináltad, most viszont már nekem is lenne hozzá kedvem. Igen. Na itt van néhány. A gyanús ott lenne, hogy hozzál kolbászkrém. Árpádult 28, 4. emelet, 2, kapucsengő, horvátné. Mondok egy-két forgatókönyvet, csak hogy picit játszunk el a gondolat, hogy mi tud ebből kisülni. Tehát itt van mondjuk, kapsz egy hívást, tehát hogy valaki volt telefon, nem kaptál hozzá, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem tudod, hogy mi van. Kapsz egy számot, gyanútalan elkezdett használni, majd éjszaka csörög a telefon, ez a tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg. A tesó, te még lenne tippel, hogy ki az. Tesó, mindjárt keresni fognak, de ne törj meg, ne köpj. Bármit csinálnak veled, ne köpj. Még most is ismeres, az ember. Igen, kanyarodj el az illetőtől. Bármit csinálnak veled, ne köpj, ne mondj semmit, meg fognak kínozni, de te végig légy kemény. Tehát azért, hogy egy ilyen hívás után azért a számot így félreteszed így magadtól, nem? Igen, ez elég kemény. Jó. Nézzük azt, amikor egy picikét ilyen pozitívban tudsz a dologból kijönni. Tehát, hogyha mondjuk hívogatnak téged, és mindenki nagyon anyucit keresi egy kis, és mindenki nagyon liheg a telefon túloldalán, akkor a 30. hívásnál már csak leesik a tantusz, és elkezdesz pénzt keresni, nem? Hogy micsoda, hogy elkezdesz beszélni? Hát, hogyha ez kiderül, hogy ez valami okos baj, egy ilyen kis izé volt, egy ilyen kis szolgáltató vonal volt mondjuk előtte. És mondjuk ott nagyon nyögdécselni, már 20-30. Hívó nagyon reménykedve nyögdécsel a túloldalon, akkor csak leesik a tantusz, és azt mondta, hogy igen, tessék. Elnézést, anyucit keresem. Anyuci vagyok. És éppen mosogatsz közben. Igen. Ez az. Jó, csak abban neked nem jön be pénz. Mert ugye a vonal az emel. Hát de megszínezem annyival, hogy most már az van, hogy ez izé, és adok egy van. De miért csak beszélünk erről a dologról? Miért nem küldesz egy kamuszámra most így hirtelen séróbul üsbe egy számot, és küldjünk el rá egy SMS-t, hogy jó, hogy öt perc múlva ott vannak nálad, ne mondj semmit, mert mind a ketten nagyon rá. A számot azt most beblöfölünk egyet? És blöfölj be egy számot, küld el. Blöföltök egyet? Tessék. 0-30. Igen. 9. Van 30-as, akkor ezzel nem egy 9-es? Persze. Mondj egyet. 9-371. Igen. 12-24. 12-24. 5 perc múlva ott vannak nálad. Mindjárt nálad a zsaruk, ne köpj. De. Ha tudsz, menekülj. Jó? Ne köpj. Menekül. Jó? Aláírás? Semmi. Igen. Semmi. Miért? A sítes vagy valami? Ne, az már nagyon sok. Igen. Ne hívj, SMS-t küldhetsz. Tehát, igen. Jó, ne hívj. Ne hívj. Ne hívj, csak írj. Csak írj. Nem, ne hívj többet. Ne hívj, csak írj. Én elküldtem. Elküldted? Ez egy létező számla? Hát remélem. Mindjárt megmondom, hogy ki. Te szemét vagy. Igen. Ekkora lett volna, most bemondom fejből. Egyébként beugorhatott valakinek a számba. Nem jó, valami többet diktáltatok. Na mindjárt közben. Egyel. Vegyél az utolsót, vedd le. Jó, mindjárt megoldjuk. Na, hogy... Szóljál, ha írt rá. Jó, mindjárt nézzük. Csak az a baj, hogy ennyire hülyék vagytok, hogy rossz számot diktáltatok. Na, mondjál már. Jó, mondok én. Egy tök blöfföt. Ez most tényleg blöff. És... De nem tudok... Tessék! Az, ami nem tudok jót mondani, mert akkor be kell mondanom, hogy ki volt, és ezáltal kiderül a száma. Mondj egyet! Elintézzük, semmi baj. Csak a számot mondd, meg van az üzenet. Tehát 0. Tessék, mindenki mond egy számot, mondj egy számot. 8. Nem 8, hát mi... 0-6-30. Ja, úgy jó. 0-6-38. 76. Igen. Nem mondj be teljes számot. Az utolsó három. Leírok neked egyet, és az utolsó hármat. Mert utána mindenki ezt a számot fogja hibogatni. Ja, jó, értem. Az előző úgyse volt jó egyébként. Az nem volt jó. Tehát... Mondj egy számot. Mutatom. Mondhatod, hogy 7-es. Mondhatod, hát már le van. Yes. Milyen jó csapat lenni. Mutatom egy számból, még hetes. Nem tudják, hogy ki a szám. Mennyire hülye vagy, de jó parkolsz. Ez igaz. 7-es, mondj egy számot. 4. És Veri is mutatja. 4. Hány számnak kell lenni? 3. 3. Mi a 3? Hát a végé 3-ot kértél. 7, 4, 36. És a vége 36. 2, 3, 4, 5. Igen, még kell 2. 36.
akkor kóstítál. Tessék. Jó, küldöm neki. Jó, küld azért nem jó, ha bemondunk, igen, élőben egyszerűen mondom, mindenki ezt a számot fogja írni, hogy szegény hallottalak, tehát ne tegyük tönkre most egy embernek egy életét. Csak és nézzük ők is meg, elkezdik hogy... küldögetni neki az első vesege. Igen, nézzük meg, hogy egy másik számra. Jó, elküldtem. Mit ír itt, és akkor mi bemondjuk, hogy, hogy mit ír. Jó, mit az üzenet, mindjárt nálad a zsaruk, ne köpj, menekülj, ne hívj, csak írni. Aláírás, a sítes. Nem írtam alá. Jó, hogyha üzen, akkor... Írtak nekünk azok, akik szolgáltatónál dolgoznak, csak azt mondják, hogy 6 hónap után adják ki a számot, muszáj, mert hogy elfogynak tulajdonképpen, és hogy emiatt kell kiadni. De hát 6 hónap vagy a telefonszám 6 hónap, ezt többen érek, utána újra kiadható. Volt értékesítő egy szolgáltatónál, írják, egyébként ezt többen elküldték, az nem sok. Hát tényleg nem sok egyébként. Hát baromi, Tájföldön egyébként engem rendszeresen hívtak, és meg akartak venni egy éjszakára ott alvósba. Hát ugye Tájföldön az örömlányok... De mentél, nem? Hát persze. Fölvettem a parókát. Tehát ott sokkal hamarabb visszakerül szerintem az ilyen feltöltőkártya kártya a forgalomba, és ott rendszeresen egymást hívogatják. Tehát még emlékezett tavalyról az örömlánynak a számára, azt akkor pont éppen nálam van. Tehát hogy az rendszeres volt Tájföldön. De nézzük meg még egyébként, hogy lehet ebből egy picit nyerészkedni. Tehát, hogy amíg fölhívnak téged, fölhívnak, azt mondja, igen, mondják, hogy bediktáltunk egy 8-1-ű számot. Hát szívják, hogy nem tudunk összehozni egy darab számot. Hát ez most jó, ez most jó, ez most jó. Az igen, előző volt. Az előző volt be. Most még nem válaszolt, megvárjuk. Tehát fölhívnak téged, hogy Zoli nevét rosszul piározzuk, nem? Zolikám, az van, hogy megkaptad a szálloda beruházást, tiéd a 200 millás meló szoboszlón. Gyanakodnék rá, hogy félrement azért. Nem indulnék Szoboszlóra azért. A helypékségben dolgozás. Feltennék további kérdéseket. De nem miért? Összeszed 10 darab kőműves havert. Azt elindulsz kivitelezni. Elnézést, hoztam a terveket. Igen, meg vagyunk. Itt vagyunk, hát oda ki 3 falat elhúzni. 2000-es. Engem fölhívtak, hogy enyém a meló. Még kérné rá mondjuk írásban egy megerősítést az e-mail címedre, hogy de biztos adnám az e-mail címedet, most 10 darab kőművest összerántasz, fölrántasz egy olyan valami wellness-t, érted? A családod egy életre megvan, kerestél 300 millát. Figyelj, és beesett. Igen, nem indulnék azért el. Tehát, hogy ott még azért további kérdések lennének az építkezés helyszínén szerintem. Szerintem a fővárosi profik ennél kicsit jobban csinálják. Szerintem névvel, telefonszámmal valakire hivatkozva, SMS-t mutatva arról a telefonszámról, azzal lehet. Van, aki azt írja, azt, hogy elástam a hullát, mi a következő lépés, főnök? Ezt kellett volna elküldeni. Na mi van, írt? Még egyelőre nem írt. Hát, de lehet, hogy most és mi van, hogy tényleg valami csibésznek írtunk, és hanyat homlok menekül. Igen, szegény. Ez mennyire kellemetlen. Jó, de mondjuk olyat mondjuk lehetne csinálni, hogy megveszel, tehát lehetne, innentől kezdve lehetne horgászni a számokkal, megveszel nem tudom, 50 számot, azt nézed, hogy mind csináltak előtte valami jó kis melót, simán lehet, hogy volt valami jól menő extaxi is. És honnan látod? Várod a hívásokat, mi jön rajta? Hát fia, fél éves számokon gyakorlatilag ott, fia, fél éves számot, hát neked hány olyan számod van, Balázs, amit fél évig nem hívtál, most fölhívod? Sok lenne, sok ilyen lenne. Persze. Most ne csak az ex-csajokról beszéljünk, de hogyha hallják az ex-csajom, akkor üzenjenek már egy aktuális számmal. Küldjék. Nagy a baj. Ma aktualizál. Én ők is a barátném olyan boldog lehetnénk csoportosan. Kedvesen is akarja. Igen, és a kedvesen pedig most üzent, hogy mindennek vége, meneküljönnek a zsarok. Azt írja, hogy engem évek óta hívogatnak a számom, egy horgászbolt száma volt Tihanyban. Azért az mennyire megköszönöd a szolgáltatónak, az jó, nem? Az igen, jó. Csak szeretném megkérdezni, hogy pajor van-e pajor, mert a hajsára mennénk. Másfél kilós vödrös csontit szeretnék. Köszönöm. Ez, amit 100-szor megkapod azt a hívást, igen. És hogy erre milyenkor a megoldás? Mert ugye visszamehetsz a szolgáltatóhoz, és azt mondtad, hogy akkor köszönöm, ezt a számot nem kérem. De feltétlenül te addig már 3 hét alatt nagy nehezen megadtad mindenkinek, az nagy nehezen bevezetted a számot, és ott vagy. Most egyenként tudod a hívókat blokkolni, de millió lesz nyilván. Tehát, hogy igazából nincsen rá jó megoldás. És ha egyébként az van, hogy neki kiadják a számot, de te nem írod át a nevet. Micsoda? Hát, hogyha neked egy rokonod. Az illető. Persze, erről beszéltem. És nem írod át a nevét, és kiadják a számát, és erről beszéltem. Becsörög, vagy téged fölhív, akkor ott kiadja, akkor látod, mint a rokonot hívna. Így van. Az azért az elég fura. Hát gondolj, azért mondom, hogy
az azért az bizarr. Az exes példát, hogy mondjuk, és csörög a telefon, szia cuncikő. Aha, úgy volt a számom, egy srác hívott, kies hangos, szia Andi, mit csinálsz? Mondtam neki, hogy Petra vagyok, erre ő, jaj, kis huncut. Nem tudtam meggyőzni, hogy nem Andi vagyok. Egy új játék. Ó, ebbe is benne vagyok. Ó, hívd magadra, hogy akarod. Ó, Andi, Petra, tök minden. Ez a szerepjáték, szeretem. Ez nagyon, de hát a magyar életszerű a dolog. És hány ilyen bolt lehet, hány ilyen szolgáltatás, hogy egyszerűen csak tényleg ilyen cserében fel, fél év, az rohadtul nem nagy idő. Igen. Tehát, hogy az még simán lehet, hogy így új számoknál rend, még az első fél évben azzal telik, hogy letereled az előző hívókat, érted? Nem, nem az, értem, nem. Hát én a Szújót próbáltam levadászni, a Szújó az nekem három számom volt. Igen, a Szújót keresik nálam, néha Webert, néha ezt, tehát, hogy ez egy ilyen teljesen standard dolog. Tudtam, hogy sok bizarr dologban benne vagy, de hogy a Szújót is le akartad vadászni, azért az fura biztosan van. Igen, ezt nekem az Oli nem említette. Mondta, hogy tettél lépéseket, de ilyen konkrétan nem mondta. Egy ideig nagyon volt mindig. Megmondom őszintén, csak hogy így a fotók alapján feszesnek tűnik. Ismerek valakit, akit az új számán a végrehajtó hívogatta a gyereknek, azért az se lehet. És a végrehajtónak magyarázd el, hogy te nem ki akarsz hátrálni a végrehajtás alól. De én nem az vagyok. Korábban kell fölkelni. Bárki mondhatja. Ide egy hallgatom, hogy engem Franciaországból és Algériából hívogatnak állandóan. Az mi lehet? Én ilyen külföldi hívásokat nem kapok. Ez érdekes egyébként, mi is rendszeresen kapunk ilyen hívásokat. De hogy ráadásul így meg is nézegetük a számokat. Ez nem valami vírus, ami így behatol a Gmail-edbe, meg minden OS leszed minden adatot? Valami ilyesmi volt terjedt az interneten. Németországból, Dél-Amerikából, stb. Mit akarnak? Tehát azt is emlék, hogy soha nem sikerült eddig még időben felvenni a telefont. Akciós macsétát. Nem, egyszer volt, hogyha egy idegen számról hívnak, azt nevet föl, mert a szám aktivál valamit a telódon, vagy az e-mail rendszered, de nem tudom, hogy lehet, hogy az. Hát próbáld meg egyszer. Valami gazdag rokon. Mit veszítettél? Mi van, ha valami francia rokorád akar hagyni valamit? Na jó, nem tudtam őket elérni, úgyhogy akkor, ha jezsuiták kapnak mindent. De elküldik a fotót, megkapnál volna egy kastélyt, tudod, igen. Egyetlen egy rossz forgatókönyv, jön még valami? Nem. Egyetlen egy rossz forgatókönyv, azért nem számoltunk. Most valakire nagyon ráüzentünk, az véletlen övé lenne a fél belváros. Azt most nekem kell menekülnöm. Hát, mi a te telefonodról küldtük. Ha nem válaszolt, akkor küld rá, hogy félrement. Aha. Mit gondolsz, miért mondtuk azt, hogy te küld? És ráküldöm, hogy félrement, de közben finoman print screenelt, azt elküldte a rendőrségnek, hogy itt valaki megfél. Délután már elvisznek, igen. Írd rá neki, ha nem válaszol, akkor írd rá neki, bocs, félrement. Megkapta egyáltalán valaki két pipát? Megkapta valaki, de egy olyat ráüzenek, hogy csak tréfáltam, Sebestyén Balázs voltam. Jó, ezt szerintem korrekt. De jó volt. De jó volt. Félve kérdezem, hogy az ébresztő programért, a parkolási morál megreformálásáért és a telefonszámokról lelátott lepelér. Jogos a taps és a sikor. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.